Vendégünk a stúdióban a Blokád című film forgatókönyvírója Köbli Norbert és producere Lajos Tamás. Jó estét kívánok! Jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! Hát először is gratulálunk! Köszönjük! Egyelőre a nevezéshez, aztán reméljük, hogy tovább és tovább halad majd a maga útján ez a film. Miért szerettétek? Azt elárultad, hogy 200-nyi film körülbelül, ami összeköt titeket, de hogy talán ez a legjobb filmetek. Hát úgy érezzük, igen. Tehát nagyon boldogok vagyunk a filmmel. Ugye most már nagyon a végén tartunk az utómunkálatoknak. Nagyon boldogok vagyunk vele, és hát láthatóan más is szereti, lévén, hogy ugye egy független bizottság ezt javasolja Magyarországról az Oscar-díjra, ami hát egy nagy öröm és boldogság. Ugye azt is elárultad, hogy egy kicsit becsapós a címe, mert hogy blokád, ugye ebből a taxis blokádra asszociálunk, nem véletlenül, hiszen ez is erőszál a filmben, de inkább Antall Józsefről szól, mint a blokádról. Igen, ebben a filmben el van ejtve egy Antall József életrajzi film, csak nem feltétlenül szeretem azokat az életrajzi filmeket, amik úgy mesélik el egy híres ember életét, hogy megszületik, és meghal, és akkor minden állomást bemutatunk, ez ritkán működik dramaturgiailag, hanem valahol összesűrűsödik minden életút, ott, ahol a főhős a halállal szembesül, és valahogy legyűri, és újjászületik, és ebben a pár napban Antall József a kórházban a rákkal szembesül, hogy ő rákos, és közben meg kéne oldani a politikusként ezt a utcai demonstrációt. Úgyhogy itt összesűrűsödik mindaz, ami Antall József. Úgy szeretnék néha belelátni a fejedbe, tehát hogy hogyan alakul egy forgatókönyvíró fejében. Már csak azért is, mert ha már az Oscarról beszélünk, és ugye akkor nemzetközi porondokról, akkor hova esik a fókusz, hol lesz a fókusz? Ugye beszéltünk demokráciáról, Antall Józsefről, a blokádról. Tehát egy nemzetközi, egy külföldi néző számára mi nyilván lesz a fókusz? Nyilván mást mond, mint nekünk. Kelet-európai ország demokráciáért vívott harca lesz a fókusz, vagy Antall József személyét szeretnénk megmutatni, hogy ilyen nagyságaink és ilyen miniszterelnökeink voltak? Mikor Tamással elkezdtük ezt a projektet egy olyan 4 évvel ezelőtt, mi ketten hittünk benne, nem mondhatom, hogy más számára ez annyira érdekesnek tűnt. Mi láttuk azt, hogy a rendszerváltásról nagyon kéne egy film. Valójában onnan indult a gondolkodásunk, hogy mi az a legutóbbi emlékünk, amihez még mindenkinek van. Ez a legutóbbi nagy esemény Magyarországon, aminek mindenkihez van még emléke és érzelmi viszonyulása. És a taxisblokád ilyen, mindenkiből előjönnek az emlékek, hogy hol volt aznap. És ahogy elkezdtünk utána nézni, akkor jöttünk rá, hogy a részletekben nagyon sok izgalom rejlik. Mi is akkor tudtuk meg, hogy Antall akkor a kórházban volt. És azt láttuk, hogy nagyon sok mindent el tudunk mesélni ezzel a filmmel, abból, ami számunkra fontos. Tehát amikor filmtervet keresünk, filmet, hogy mi legyen a következő, akkor az úgy több szólamon játszik az adott filmterv, tehát olyan, mint egy jó orgona, hogy egyszer több hangot meg tud szólaltatni. Ugye és Antall Józsefet látjuk majd a filmben, mint a 90-es évek miniszterelnökét, és látjuk majd őt 56-os fiatalként is, tehát két szálon fut majd ez a cselekmény. Igen, ugye a mai szál, idézőjelben mai szál, ugye, mert ez a 90-es években játszódik, 90-ben játszódik, ez az egyik szál. Ma ezt is nevezhetjük már gyakorlatilag egy kosztümös filmnek. A 30 évvel ezelőtti történések ugye azért az olyan környezetben játszódnak, amiből már semmi nem található meg. És hát ugye 1956 a másik vonulat, és a másik szál a fiatal Antall Józsefnek az 56-os és az 56 utáni tevékenysége, illetőleg a börtönben eltöltött időszaka, ez a két fő csapás irány, amit a film feldolgoz. De ezt is nagyon kevesen tudják Antallról, valójában én sem tudtam, hogy ő 56-ban fiatal tanárként az osztályával, egy fiú osztályjal kiment a október 23-án, ott voltak a forradalomban, és Antall többször is, hát hogy mondjam, kitüntette magát a forradalom alatt, és utána ezért elővették őt a forradalom bukása után. Tiltólistára került, és a tanári pályától így tiltották el. Tehát ő tanár lett volna eredetileg. Úgyhogy a filmben lesz egy ilyen holdköltök társasága-szerű mellékszál is. Az ifjú Antall Józsefet Vinyánszky Attila játsza, az idősebbet pedig Serezs Zoltán. És ha már nem beszéltünk Antall József személyéről és munkájáról, akkor azt mondjuk el, hogy hol lesz a díszbemutató, mert annak is van fontos üzenete és jelentősége.
Hát ez a Toldi gimnáziumban lesz, a Toldi gimnáziumnak a tornatermében tervezük a díszbemutatót. Szerintem egy nagyon érdekes, és egyébként a filmhez pontosan illő helyszín és bemutató terveződik. Hiszen ott volt tanár. Igen, és ott onnét tiltották el egyébként 57-ben, tehát onnét szedték ki a Antalt, és tiltották el végleg a tanítástól. Ha jól tudjuk, akkor a tervek szerint majd október 20-a körül látható a film. 18-án lesz 18-án a díszbemutató, és 20-ától a mozikban. Hogy áll most ez az alkotás? Mind dolgoztok jelenleg? Fantasztikusan áll. Része, az utómunkát véglegesítjük most, ugye ez azt jelenti, hogy a képben a fényelésnek hívjuk, állítjuk be a színeket, a fényerőt, egyebeket. A hangkeverés folyik, a zenének a véglegesítése, épp ma néztem át a stáblistát, és ellenőriztük, és fogadtam el. Úgyhogy az utolsó simítások, azért ez nagy hajrá ilyenkor már, nagyon nagy munka, és hát tényleg ilyenkor az utolsó pillanatig reszeljük. Meg az az izgalom van, hogy mi ilyenkor a filmet ideglenes zenékre vágjuk, tehát a rendező Tőzsér Ádám és a vágó Maklilli raktak alá olyan ideglenes zenéket, amitől működik egy jelenet, mint film. De a zeneszerző lecseréli ezt a saját zenére, és ezek most így mindig az utolsó pillanatban beérkezve számunkra is nagyon és meglepő. Ha már nagyon megszerettétek azt az ideglenet? Az baj. Van olyan. Itt is volt olyan, és hát nagyon nehéz elengedni. De kitűnő zeneszerzőnk van. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és nagyon szorítunk a köszönjük. Köszönjük szépen.